Lencsóki Felvidéki Baráti Föld nevében tisztelettel köszöntöm az emlékezőket. Külön köszönteném Jóka polgármester urát, Farkas Imrét és feleségét, hogy megtisztelnek minket a jelenlétükkel. Köszöntöm Lencsók polgármesterét, Hadra József urat, Lencsóki képviselőtestület tagjait, és Szajk polgármesterét, Farkas Bélát, akinek külön köszönetet mondok a nyitó dallamokért. Üdvözlöm körünkben a Bonyhádi Felvidéki Egyesület tagjait, a Pécsváradi Felvidéki Egyesületet, illetve azokat a felvidékről érkező pedagógusokat és diákokat, akik a pénteki felvidéki mesemondó versenyünkön gyönyörű perceket és könycseppeket varázsoltak a hallgatóság szemébe. Köszöntöm Födémesről Vicenstra Karitát és Kovács Krisztina tanárnőket. Jókáról érkezett Szatkó Laura és Pap Diana kolléganő. Minden jelenlévőt és minden megemlékezőt arra kérek, hogy a legvégén szándékosan zárszóként említett személyeket hangos tapssal üdvözöljük. Ők azok, akik ezt a kitelepítést 70-71 évvel ezelőtt átélték, és mi nagyon boldogok vagyunk, hogy itt lehetnek még a körünkben. Elsőként Beck Ibi nénit, Beck Jánosnét köszönöm. Jókáról telepített. Budai Istvánné Matild nénit, Nagyfödémesről. Szintén Nagyfödémesről érkezett hozzánk Takács Karcsi bácsi. Nagyfödémesről telepítették át Marsai Józsefné Takács Juliannát és Német Árpádot. Emlékezetből él az ember, s múltból él az emlékezet. Kinek nincs múltja, nem lehet jelene, és jövője sem. A Bonyhádi Felvidékiek Egyesülete tolmácsolásában elevenítsük fel magyar történelmünk azon jászos eseményeit, melyeket 70-71 év elteltével sem szabad felednünk. A csehszlovák magyar lakosságcsere a II. Világháború utáni években született államközi egyezmény, amelynek értelmében felvidéki magyarok tízezreit telepítették át Magyarországra, és ezzel egy időben magyarországi szlovákok települtek át Csehszlovákiába. Több esetben a Németországba kitelepített német vagy sváb lakosság helyére is felvidéki magyarok. Gyöngyösi János, akkori magyar külügyminiszter, a lakosságcsere koncepció helyett határmódosítási javaslatot tett, amelyről azonban hallani sem akarta. A magyar politikai elit látva nem tud mit kezdeni a kialakult helyzettel, 1946. február 6-a és 10-e között ismét tárgyaló asztalhoz ült Prágában. A tárgyalás eredményeként a határmódosítás nélkülöző lakosságcsere koncepciót fogadták el. A csehszlovák kormány végül 1947. április 12-én megkezdte a magyar nemzetiségűek deportálását. 2012 óta a kitelepített magyarok emléknapja április 12. 71 esztendővel ezelőtt ugyanis ezen a napon indult az első vonat, amely a szülőföldjükről kitelepített magyarokat szállította Magyarországra. Számtalan további követte egészen 1949. június 5-éig. A kitelepítésre kijelölt 105 000
47 magyar nemzetiségű lakos közül 67.407 költözött Magyarországra. A környék települései, ahová a családok kerültek. Bóly, Dunaszekcső, Láncsok, Nagynyárád, Szajk, Szederkény, Vélmény. Láncsokra a következő településekről érkeztek. Feketenyék, Felsőszeli, Hontfüzesgyarmat, Jóka, Komárom, Nagyfödémes, Pozsonypüspöki, Újjóka, Pereknye. Most emlékezzünk az áttelepültekre, az utódaikra, az ott maradottakra, a körülményekre, a honvágyra, a beilleszkedésre. Készülődés, indulás az ismeretlenbe. Mi is, mint sok magyar család, megkaptuk a kitelepítési határozatot. Jöttek a katonák, végigjárták az értesítetteket, vallják-e magyarságukat. Lehetséges volt a leszlovakizálás, vagyis szlováknak vallani magunkat. Édesanyám után lehettünk volna szlovákok, édesapánk azonban nem írta alá a nyilatkozatot, ő magyarnak vallotta magát, így az egész családot magyarrá nyilvánították. Jöttek a magyar teherautók, azokra pakoltak mindent. Kivittek az állomásra, bevagoníroztak bennünket. Nagy szerelvénnyel jöttünk. Az állatok, gazdasági eszközök is ott voltak. A házat üresen hagytuk magunk mögött. Az autók a temető mellett jöttek el. Nagy volt a sírás, mindenkinek ott volt a halottja. A rokonok hoztak nekünk süteményt, ennivalót, mert mi már nem tudtunk főzni. A vonat hétfőn indult, és pünkös szombatján érkeztünk Bonyhádra. Itt a családfőket felszólították, menjenek velük, és megmutatják,
hová, melyik házba költözhetünk. Ki volt jelölve, kit hova visznek. Kivagoníroztunk. 7 vagonban volt a holmink. Hoztuk a vetőgépet, szecskavágót, fogast, ekét és az állatokat. Egy kisebb faluba, egy német házba kerültünk. 4 családot költöztettek ide, de volt, aki elhagyott anyára került. Bírja a vihart,
Árpád vezér, 1000 éves öreg diófája. A Kárpátoktól az Adriáig nyúlnak a gyökerek, tapadnak a földbe, hogy termés legyen az öreg magyar szőlőhegyen, hogy élni tudjon levél, gyökér, ágak. Adj, Uram, elég erőt a harcos diófának. A csehek így bánnak velünk, a magyarral.
1947. május 15-én kezdték a szállítást, akiket Magyarországra vittek nagy stabóból. 15-én áldozó csütörtök volt. Egészen 25-ig volt a szállítás, aznap volt pünkösd. Magyarországról szinte minden nap jöttek a magyar tótok. Bennünket a zselízi és a nagycsalói állomásra szállítottak autókon. Onnét vitt el a vonat, kik, melyik faluba vagy városba voltak irányítva, de senki sem tudta, hová viszik, nem volt megmondva. Mi 1947. október 12-én hagytuk el a falunkat. Onnan ki kellett menni. A magyar és a cseh miniszterek egymás közt megegyeztek. A csatát elvesztettük. Egész Párkány is a cseheké lett. Október 12-e vasárnapra esett. 13-án este indult el a vonat a nagycsalói állomásról. Reggelre a Párkányi állomásra értünk, reggel megmotoztak, hogy nem hozunk el olyasmit, amit nem szabad. Tizennegyedikén délben Szobon voltunk, ott megállt a vonat, ott már Magyarország kezdődött. Itt a cseh pénzünket beváltották, magyar pénzt adtak. Szobról még aznap 3 órakor elindultunk Pestre, ott megállt a vonat, este 10 órakor indultunk tovább. Mikor kivilágosodott, a nagydorogi állomáson voltunk, onnan Györkönybe autón hordtak be a faluba. Itt svábok laktak. Itt szebb házat kaptunk, a 7-es házszámot. Odahaza is szép volt, mert új volt, ambitus, a pásitra nézett az eleje. Csak 2 volt jobb a faluban. Itt földet kapott mindenki, kinek mennyi volt, szőlőt is. De itt homokos a föld. 1948. január 1. napján a pap kijelentette, hogy Nagycsalóból 64 református család jött Györkönybe. Én, Rabac Árpád, meg az öcsém Gyula Györkönyben vagyunk. Rabac Lajosék Bátaszéken vannak. Rabac Mátyás Bikácson. Március 17-én újból telepítettek ki a svábokból, 20 kg élelmet vihettek, meg 80 kg ruha nem volt. Mást itt kellett hagyni mindent. A Rabac Árpád, ilyen sorokat írom, 82 éves vagyok. Györköny faluba telepítettek ki. Hölvényben születtem, de távol estem, mint a falevél, melyet elkap a forgószél. Ha madár jő, tőle kérdem, virul személyes falunk. Állok vagy ülök, csak reát gondolok, lelkem nem fog megnyugodni, csak ha meghalok. És 1948. decemberében meghalt. És most térjünk vissza az események kronológiájához. Amikor pakoltunk, jöttek a szomszédok, rokonok, segítettek mindenben. Készítették a ládákat. Fedett vagonokat kaptunk, abba rakottunk. Mindent összepakolhattunk, bútort, ruhaneműt, jószágot. Nekünk nem kellett sok vagon, mert kevés volt, mint volt, de voltak olyanok is, akik több vagonnal indultak. Jó sokáig voltunk úton, többször megálltunk, hiszen az állatokat etetni, itatni kellett. Mi egy nagy, hosszú svábházba kerültünk. A tulajdonos meg az udvaron volt kirakva. A ház első részét kürítették nekünk. A középső részen laktak az idősebbek, a ház végén meg a fiatalok. Ott sírtak szekények. Mi a gyerekek jobban és hamarabb beilleszkedtünk, mint a felnőttek. Szüleink mezőgazdaságból éltek, kaptunk földet, szőlőt, amit művelhettünk. Mindenki elindult a maga útján.
Az áttelepült lakosok 10-15 kataszteri volt földet kaptak a község határában. Igavonó állataik igen nehezen szokták meg a 20-40 méter magas dombok művelését. Ember és állat megszenvedte az első aratást. A víz mosta mély utakon felborult a terményekkel megrakott szekér. Hullott a könyv, hullott a veríték. Mi gyerekek keveset játszottunk, mert a megélhetéshez kellett mindenkinek erejéhez mérten hozzájárulni. Nagyon nehéz, emberpróbáló idők jöttek még ezután. A hatalmas adó, beszolgáltatások meggyűlöltették a földet a földműves néppel. Ami szép volt, érték volt, az bűn és szenvedés lett. Ki hogyan tudott, igyekezett szabadulni ebből a kényszerű világból. Először a munkabíró fiatalok mentek a közeli gyárakba dolgozni, majd az idősebbek is oda költöztek. Ez már egy új, egy más világ lett. Szüleiket nagyon megviselte a kitelepítés. Testvérek, családok szakadtak el egymástól. Amikor aztán hazamehettünk vízummal, akkor sokáig maradtunk otthon. Volt úgy, hogy hetekig. Alig győztük a rokonok látogatását. Mindenki szeretett volna vendégül látni bennünk. Idő, sok-sok idő kellett ahhoz, hogy mi, a kitelepítettek és az otthon maradottak, egyformán feldolgozzuk azt, ami velünk történt. Összetartottunk, és még ma is tartjuk a kapcsolatot a rokonsággal, de már egyre kevesebben vannak közöttünk. Ennyi idő után hová tartozónak érzik magukat? Fölvidékről származunk, Idaskürtön születtünk, és itt lakunk Magyarországon. Ez a három összetétel. Most már ide van szokva az ember, ha haza is megy, olyan furcsa minden. Már ott is az ember csak a közeli rokonságot ismeri. A rokonság, aki ott van, az húzza még csak haza az embert, meg az emléke, meg a temetése. Bele kell nyugodni, hogy innen többet nem megyünk haza. A szülőföld oda veszett, de Magyarországon új otthonról eltűnt. A pacsirták márciusban itt is a kikeletről énekelnek. Thank you.
Emlékezetből él az ember, s múltból él az emlékezet. Kinek nincs múltja, nem lehet jelene, s jövője sem. A jelenhez tartozik, hogy a felvidéki települések sokasága a magyarországi egyesületekkel, önkormányzatokkal baráti kapcsolatot ápol. Hagyományőrző táncosaink, kórusaink, citara együttesek színes találkozója, pünkös ünnepe, vagy április 12-e a kitelepített magyarok emléknapja. Csak reménykedünk abban, hogy gyermekeink gondolataikban megőrzik a nagyszüleik és a velünk történteket. Köszönöm a szót, tisztelt polgármester úr, kedves felvidéki baráti kör, hölgyeim, uraim, kedves jelenlévők. A felvidéki Jóka község polgármestereként a község nevében ezúton szeretném tisztelettel és alázattal köszönteni e mai ünnepi megemlékezést. Arról a településről jöttünk, amely a Mátyásföld és Csalló köz határán, a festői szépségű Kisduna partján, a Kisduna ölelésében fekszik. Arról a településről, ahonnét 70 évvel ezelőtt 500 embert kiebrudaltak, mert bűnösök voltak. Egyetlen bűnük volt, magyarok voltak, és magyarságukat semmi áron nem adták föl. Ez az 500 személy 10 Baranya megyei településen került elhelyezésre,
Közülük 19-en jutottak ide Láncsókra. Ha jók az információim, 15-en közülük sajnos már nincsenek közöttünk. Bízom abban, hogy fentről figyelnek és hallgatnak bennünket. A község nevében szeretném kifejezni hálánkat és köszönetünket minden egyes személynek itt Láncsókon, akik bármivel, mosolyjal, tanáccsal, segítő kézzel segítették az idekerült jókaiakat, hogy e viszontagságos út után be tudjanak tagolódni a település életében. Szeretném köszönteni amíg életben maradottakat, név szerint Andrássy Imrét, özvegy Bernát Ferencnét, született Andrássy Máriát, Beck Jánosnét, született Deák Tibolyát, és Rauser Tibornét, született Pangi Máriát. Kérjük a mindenhatót, hogy mivel az időkereke nem megállítható, és előre haladott korukra való tekintettel, segítse őket a Jóisten. Kitartást, türelmet, hogy el tudják viselni a bölcsesség korában adódó különböző egészségügyi problémákat. A Jóisten segítse őket. Egy kis figyelmességet szeretnék átadni nékik, ha a négy személy közül valaki nincs itt, nagy tisztelettel megkérném a hozzátartozókat, itt a színpad előtt megjelennének, egy kis ízelítőt, egy kis emléket a jókai településről, jókai faluról. Köszönettel tartozunk mindenkinek, és köszönjük, hogy itt lehettünk e ünnepi megemlékezésen. Isten áldjon mindenkit. Köszönöm. Megemlékezésünket a Népház melletti parkban álló emlékoszlopnál folytatjuk tovább. Kérem a kedves megjelenteket, illetve a szereplőket, hogy vonuljunk át oda. Rövid kis ünnepi műsor lesz itt is. Elsőként megkérem Nagy Anikó, Nagyfödémesi általános iskolai tanulót, hogy mondja el nekünk a szózatot. Vörös Marki Mihály, szózat. Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar. Bölcsőd az, s majdan sírod is, mely ápol, s eltakar. A nagy világon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon, vagy verjen sors keze. Itt élned, halnod kell. Ez a föld, melyen annyiszor apáid vére foly. Ez, melyhez minden szent nevet egy ezredét csatol. Itt küzdenek honért a hősárpádnak hadai.
Itt törtek össze rabigát, hunyagnak karjai. Szabadság! Itten hordozák vérez zászlóidat, s elhultanak legjobbjaink a hosszú harc alatt. És annyi bar szerencse közt, oly sok viszály után, megfogyva bár, de törve nem, él nemzet-e hazán. S népek hazája, nagy világ, hozzád bátran kiállt, egy ezredévnyi szenvedéskér éltet, vagy halál. Az nem lehet, hogy annyi szív hiába ont a vért, s keserben annyi hűkebel szakadt meg a honért. Az nem lehet, hogy ész, erő, s oly szent akarat hiába sorvadozzanak egy átoksúly alatt. Még jönni kell. Még jönni fog egy jobbkor, mely után buzgó imádság efede százezrek ajakán. Vagy jönni fog, ha jönni kell, hol a temetkezés fölött egy ország délben. S a sírt, hol nemzet süllyed el, népek veszik körül, s az ember millióinak szemében gyászköd. Légy híve rendületlenül hazádnak, ó magyar! Ez éltető, s ha elbukál, hantjával ezt akar. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon, vagy verjen sors kezed. Mint élned, halnod. Most pedig elhelyezzük, illetve elhelyezik a képviselők megemlékezés koszorúit a kopjafánál. Elsőként Láncsoki felvidéki baráti kör képviselőtében Sinkóné Erdősi Öngyi és Sinkó Szilárd helyezi el koszorúit. Láncsok község önkormányzata nevében Hadra József polgármester úr és Románné Kazal Orsolya helyezi el megemlékezés koszorúját. Láncsoki horvát kisebbség nevében Vajdács Attiláné Kati helyezi el, és a román kormányzat nevében pedig Orsó Sándor. Német nemzetiségű önkormányzat nevében Schwarzkopf Ádámné és Krixhauser Edith helyezi el a koszorút. Thank you.
Jók a község önkormányzata nevében Farkas Imre polgármester úr és kedves felesége helyezi el a köszönt. Bonyhádról a Bonyhádi Felvidéki Baráti Kör nevében Bajkai Erzsébet és Lazetta Gyulánét kérjük fel a Koszovó elhelyezését. Pécsváradi felvidékiek nevében Bitterni Molnár Csilla és Füri Ferenc helyezi el a koszorút. Nagyfödémesről Ricsán Stranka Rita és Kovács Krisztina helyezi el a koszorút. Köszönjük szépen, most pedig közösen énekeljük el a himnuszt Bonyhádi énekkar segítségével. Azt hiszem, hogy jobban időzíteni nem is lehetek. Harangszó kíséretében hangzott el a himnusz. Most pedig megkérem a tisztelt megemlékezőket, résztvevőket, vendégeinket, hogy fáradjunk át a népházba. Köszönöm. És már két disznóvágás után most összeveszünk. Kedves és mit lehetszünk. Örök, mindig nagyon szívesen jövünk. És egy kis virágot szeretnénk megtartani.
köszönni a polgármester uraknak is, hogy itt szóltak, illetve személyén felhúzókozásukkal a rendezvényünket támogatták. Mindenkinek jó étvágyat kívánok az ebédhez, és utána pedig nagyon jó szórakozást és régi emlékek felidézését, illetve jövőben mutató gondolatokat kívánok az ebéd utáni beszélgetéshez. Nem is látva a szükség. Amelyiket nekik, önöknek küldeném, ezért a nagyon-nagyon szívélyes és magas szintű vendéglátásért. Köszönjük, hogy itt lehettem!